70 négyzetméter havi 80 ezerért, ennyit fizet a várban bérelt lakása után a várkerület fideszes polgármestere. Ő maga saját magának adta bérbe ezt a lakást, meg mit kiderült, nem csak ez. Galovics Margit kerületi LMP-s képviselő egyebek mellett arról érdeklődött Nagy Gábor Tamástól, mindezt etikusnak tartja-e. 13 nap múlva meg is érkezett a válasz. Az alábbiakról tájékoztatom. 1. Jogszerű-e? Igen, ez a válasz. Igazságos-e? Igen. Méltányos-e? Igen. Etikus-e? Igen. 4 igen, ennyit írt a polgármester. Ezt én végtelenül cinikusnak tartom, hogy ilyen... Igen, válaszokkal ezt letudta, és semmiféle magyarázatot nem kapott a képviselőtestület, illetve hát én. 4 igen, az nem idegen senkitől. Ezt már Halász János a Fidesz frakció szóvivője mondta, szerinte a válaszokkal nincs baj, azzal pedig nem foglalkoznak, hogyan jutott bérlakáshoz a párttársuk. A lakás körülményeivel a Fidesz frakciónak nem kell foglalkoznia, de nyilvánvalóan, ahogy minden más esetben, amit mondani szoktunk, mindenkinek helyt kell állni a saját ügyeiben, neki is ebben az ügyben. A Házon kívül című műsorunkban megkérdezett ingatlanos szerint a piaci árak ennél jóval magasabbak. Hogyha ebben a kategóriában keresünk, 200 ezer forint alatt nem nagyon találunk kiadó lakást piaci alapon. Ennek ellenére a kerület jegyzője korábban megvédte a polgármestert. Nagyon komoly 81 ezer forintos bérleti díjat fizet egy olyan 5 éves bérleti jogviszonyban, ahol közel 4 millió forintot ő már elköltött a lakás felújítására, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben semmi kívántnivalót nem talál. A kerületben az LMP szerint szociális alapon 1997 óta nem adnak ki bérlakásokat, pedig szerintük szükség lenne rá. Kerestük a polgármestert is, de ma sem akart válaszolni a kérdéseinkre. Az önkormányzat sajtóosztályán pedig azt mondták, küldjük el a kérdéseinket írásban, és akkor a közérdekű adatigénylés szabályának megfelelően 15 napon belül majd válaszolnak. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.